Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A Virágos Magyarország mozgalomról, illetve arról fogunk beszélgetni, hogy mi minden történt ebben az esztendőben. Vendégem Bocsi Andrea, a Virágos Magyarország lelke, vagy ahogy a fiskális nyelv mondja, a Szervezőbizottság nemzeti koordinátora. Szép jó estét kívánok, köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Előzetesen annyit hadd mondjak el, hogy Spanyárni Halász Szilviával már beszélgettünk arról, hogy Székesfehérvár miként szerepelt ebben az esztendőben, és kicsit körbejártuk azt a régiót, ahol ő a régióvezető. Most viszont arról a 312 településről kell, hogy szó essék, akik ebben az esztendőben folytatták és beneveztek erre a versenyre, ami több, mint egy verseny, mondom én. Mielőtt azonban erről esnék szó, hadd olvassam fel, kedves nézőink, a miniszterelnök úr levelét, amelyet a résztvevőkhöz intézett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden nemzet életét meghatározza, hogy az egymást követő nemzedékek mennyire tisztelik a múltjukat, és hogyan gondolkodnak a jövőről. Mennyire óvják az őseik által megteremtett értékeket, és hogyan teszik korszerűbbé, szebbé, és ezáltal élhetőbbé közvetlen környezetüket. Úgy tartják, ott van otthon az ember, ahol a nagyapja ültette almafának a gyümölcsét eszi, és fát ültetve unokáira gondol. A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny már több mint két évtizede épp azt szeretné elérni, hogy ne csak otthon érezzük magunkat a hazánkban, hanem folyamatosan építsük, szépítsük is azt. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a szervezőknek és az induló települések polgárainak, hogy kezük munkája nyomán 2017-ben is a szép és rendezett környezet örömével ajándékozták meg honfitársaikat és a Magyarországra látogatókat. Engedjék meg, hogy az idei verseny díjazottainak ezúton gratuláljak, és valamennyi résztvevő településnek azt kívánjam, hogy sokáig őrizzék meg virágos életszemléletüket. Kelet-Budapesten 2017. november 15-én, tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ez volt a felütés, kedves Andrea, és én azt gondolom, hogy ezek az elismerő szavak minden bizonnyal megdobogtatták mindenkinek a szívét, aki ebben részt vett. Önökét is, tehát a szervezőbizottság, és mindazokét, akik komolyan veszik, hogy Magyarországon, Székesfehérváron, vagy bármely városban és településen élni jó, úgy, ha virágosak vagyunk. Tehát 312 település. Melyek az elsődleges tapasztalatai így a díjkiosztó után erről az esztendőről? Azt mondhatom el, hogy az idei évi díjkiosztó ünnepségről nagyon pozitív tapasztalatokkal érkeztünk haza. Nagyon sok kedves visszajelzést kaptunk arról, hogy az idei évi díjkiosztó ünnepség megjelenésében, rangjában mind olyan gyönyörű volt, és olyan szép élményekkel gazdagodtak az odaérkezők is, mint már hosszú évekkel ezelőtt régebben. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt számunkra, mert tényleg a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Szervezőbizottság rengeteg munkát és erőfeszítést tett abba, hogy a veszprémi díjkiosztó jól sikerüljön. És számunkra tulajdonképpen ez volt az évnek a csúcspontja, annak a versenynek a, mondhatom úgy, hogy a lezárása, amely ugye a nyári hónapok folyamán csúcsosodott. A sikeres működés záloga, én azt mondom, hogy az innováció mindenképpen, tehát fejlődni kell, független attól, hogy valami jól működik, az nem jelenti azt, hogy ami elég volt 2017-ben, az jó 2018-ban is. Tehát hogy sikerült ebben az esztendőben fejlődniük? Nagyon sok településre volt alkalmam ellátogatni, főleg a főzsűrivel, ami ugye a legjobbnak ítélt településeket látogatja, és ezeket a településeket most már évről évre ellátogat ide a zsűri, és olyan fejlesztések mennek végbe, akár a Modern Városok program kapcsán, akár egyéb hazai vagy európai uniós fejlesztések kapcsán, amelyek tényleg szebbé, lakhatóbbá, élhetőbbé teszik a településeket, úgyhogy nagyon jelentős fejlesztések mennek végbe, és nem kell ehhez nagyvárosnak lenni, hanem akár a kisebb falvakban, községekben is nagyon sok fejlődést tapasztaltunk. Ugye vendégünk volt, abban a szerencsés helyzetben voltunk mi itt Székesfehérváron, hogy nem csak a Spanyárni Halász Szilvia, hanem itt volt Tihany polgármestere, akik az elmúlt esztendőben nyertek, illetve
Kaposvárról is nagyon sokat tudunk. Mi az utóélete egy ilyen versenynek? Azt tudjuk, hogy az Entente Floral Europe-on ott elmennek, ott is megmérettetnek, de általában nyomon követik el, hogy mi a következő lépcső egy-egy településen. Természetesen kapcsolatban maradunk a települések vezetésével. Egyrészt ugye ezeket a sikereket ők a marketingükben tudják kiválóan felhasználni. Városmarketing során, testvérvárosi kapcsolatokban, egyéb sikerek kapcsán. Másrészt pedig nagyon-nagyon fontos az, hogy ez már egy ilyen siker, az egy mércét ad annak az adott településnek, és azt érzik utána a polgárai, hogy ennél lejjebb nem adhatják, tehát a következő években is próbálják ugyanezt a színvonalat fenntartani, akár a virágosítást tekintjük, vagy akár a hulladékgyűjtést, akár a település szépítésnek az egyéb módjai. Tehát az a tapasztalatunk, hogy olyan küldetéstudatuk van ezeknek a településeknek, a polgárainak, ami nekünk is megdobogtatja a szívünket, és hát természetesen tényleg az innováció irányába hat. Így van rendjén, hiszen korántsem mindegy, ezt már Székesfehérváron is elmondtunk, hogy mit gondol az emberfi, amikor belép egy településre, arról a településről, hiszen végtére is egy idegen számára azért a szép mindennél többet mond. Szlovén díjkiosztóról beszéljünk, milyen tapasztalatokat gyűjthetnek, amikor ott van a többi ország, és akik hasonló cipőben járnak, mint mi? Mi azt tapasztaljuk különben, hogy az európai díjkiosztó alkalmával ezek a települések nagyon jó és nagyon szoros kapcsolatokat is köthetnek egymással, tehát születtek itt már testvérvárosi kapcsolatok, vagy akár csak kulturális sport, vagy zöldfelületi együttműködések. De minden esetre olyan kapcsolatban lépnek egymással rendszerint a települések, amely azt teszi lehetővé, hogy a későbbiek során egymást felkeressék, szakmai tapasztalatokat cseréljenek egymással. Tehát visszacsatolva az előző kérdésére, hogyan tovább a jövőben, tulajdonképpen ez az európai verseny azt is lehetővé teszi, hogy a fejlődésnek a nem hivatalos útjára is lépjenek ilyen szempontból. Tehát ami esetleg nem jelenik utána meg úgy a médiában, de mégis az adott település szakemberei ellátogatnak egymáshoz, tapasztalatot cserélnek, és különböző újabb technikákat vagy módszereket sajátítanak el. Tehát ebből a szempontból is rendkívül fontos. Ugye szeptemberben volt a konferencia, melyek az alapvetései egy ilyen konferenciának? Ez pusztán szakmai, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy amit az imént elmondott, hogy remek kapcsolatépítő program is? Több része is van. Van egy szakmai része, ami nekünk nemzetközi zsűritagoknak rendkívül fontos, illetve az ország szempontjából a tagság miatt rendkívül fontos. Ott az elmúlt év tapasztalatait gyűjtjük össze, próbálunk megújulni, az esetleges nehézségekből tanulunk, a jó tapasztalatokat pedig tovább visszük. Másrészt pedig van egy nagy közönségi része, ami az úgynevezett európai piac, ahol lehetősége van az összes településnek megmutatni magát, egy mini utazás kiállításnak szoktuk ezt hívni, ennek a keretében bemutatkozik az összes település, és ide hoznak mindent, a gasztronómián túl a kultúrájukat, a zenéjüket, hogyha lehetőség van rá, de természetesen a zöldfelületi szakmai szempontokat is bemutatják. Világos, hiszen itt jó felével gazdasági kényszer is egy-egy településen, főleg ha megfelelő helyzetben van, nem kell feltétlenül rivadra fényre gondolni, de azért egy településnek bizony javára válik, ha kulturális szempontból, bármilyen gasztronómiai szempontból, hiszen az elmúlt esztendőnek a sikere többek között annak köszönhető, ezt személyes tapasztalatból mondom, hogy megújult jó néhány olyan településen egy-egy hely, gasztronómiai szempontból, ami már nem csak Borbás Marcsinak tetszik, hanem nekünk is, köznapi embereknek. Az aktualitásokról az idei esztendőben mely terület került fókuszba? Az idei évben nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk a fenntarthatóságra, mint hogy a fenntarthatóság európai évét ültük az idei évben. Megújítottuk az egyéb szempontjainkat, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a Virágos Magyarország versenyt egy kicsit kinyissuk a nagy közönség számára, és azon túl, hogy május közepétől együtt dolgozunk Borbás Marcsi fővédnökünkkel,
igyekeztünk az internetes médiában is jobban jelen lenni, és Facebook oldalt, illetve Instagram oldalt indítottunk a Virágos Magyarországnak, ami a legnagyobb örömünkre óriási látogatottságot ért el, és hát nagyon reméljük, hogy hát a Virágosban is. Facebook, Instagram mindenek felett. Novemberben volt a hazai díjkiosztó, ezt viszont meg kellett, hogy előzze egy csomó látogatás. Ugye tudjuk, hogy júniusban itt járt Anton Schlaus, Csemez Attila ön is, természetesen Borbás Marcsi nem különben. Egy ilyen látogatáson melyek az elsődleges szempontok? Tehát nyilvánvaló, hogy mindenhova, ha ellátogatnak bármelyik településre, akkor a település sajátosságait kell figyelembe venni. Például Székesfehérvár a történelmi belváros, illetve a lakótelepi környezet mentén nagyon-nagyon fontos, hogy milyen a kertváros rész, tehát ez összességében. De ha megnézzük az összes települést, mondjuk az 50 ezer alatti kisvárosokat, a községeket, illetve a nagyon kicsi településeket, melyek az elsődleges szempontok? Ugye mi már a főzsűrivel jártunk itt Székesfehérváron, tehát nekünk az a szerencsés helyzetünk volt, hogy a területi zsűri már meglátogatta és értékelte a települést, és Székesfehérvárt mi most már azért kicsit kiemelten kezeljük a többi településtől, ugyanis kétségtelen az, és ezt nem is titkoltuk sosem, hogy benne van a között az 5-10 település között, akikkel hosszú távon együtt gondolkodunk az újabb európai versenyben való szereplésben. Székesfehérvár esetében éppen ezért az európai versenynek a szempontjai még jobban dominálnak. De most már annyira harmonizáltuk a magyar és a magyar versenyszabályait az európai versenyszabályaival, hogy igazából sok különbséget már nem is tudunk felmutatni, tehát mondhatom azt, hogy a magyarországi településeket szinte európai szabályok szerint zsűrizzük, azzal a szemmel tekintünk a magyarországi településekre, hogy vajon az európai mércének mennyire felelnek meg, és ezeken a szempontrendszereken megyünk végig. Az épített környezet, a természeti környezet, a zöld felületek szépsége, szakszerűségétől kezdve a környezeti nevelésen át, természetesen a turizmusig. Igen, ebben a környezeti nevelésbe belekapaszkodnék, hiszen nagyon fontos, hogy a töpörtjük, a nagyocskák, tehát a gyermekek, óvodások és általános iskolások is részt vegyenek ebben a munkában. Ez halad? Én úgy érzékelem, hogy egyre inkább, de azért meg nagyon sok tennivaló van ezzel kapcsolatban. Tehát még több módszer alkalmazása, még több lehetőség kidolgozása, maguk a pedagógusoknak arra a rábírása, hogy erre még jobban figyeljenek oda, de ahogy az előbb is említettem, azért a fejlődést is nagyon látjuk, mert az országban egyre több zöld óvodával, ökoiskolával, örökös ökoiskolával találkozunk, tehát főleg azokon a településeken, amelyek jelentkeznek is a versenybe. Minden verseny vége a következő kezdete, ez úgy van, mint a jégkorongban, vagy akármilyen sportban, tudjuk mi ezt. Milyen terveik vannak? Hát most tulajdonképpen a díj átadó ünnepség utómunkálatai zajlanak, azokat az okleveleket, amelyeket esetlegesen nem tudtunk átadni a helyszínen, azokat most juttatjuk el az adott településeknek, és természetesen most zárjuk le a projektet az idei évre, amely majd januártól újraindul, újra szerveződik a szervezőbizottság. És hát ami a számunkra nagyon fontos lesz, hogy a jövő évben lesz 25 éves a versenyünk, és ezt szeretnénk elég méltó módon megünnepelni. Igen, én azt gondolom, hogy a negyed százados jubileum meg is érdemli azt. Én pedig azt ígérhetem, hogy természetesen figyelemmel kísérjük a történéseket, itt Székesfehérváron, vagy akár kitekintve másmerre is. Köszönöm, hogy megtisztelt, jó munkát kívánok. És azt hiszem, hogy ez a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny sikere is, hogy jó Székesfehérvárnak lenni, jó Tihanyinak, Lajos Komárominak, Kaposvárinak. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, remélem, és még annyit szeretnék így zárszóként hozzátenni, hogy szívből gratulálok a székesfehérváriaknak a miniszterelnöki díjhoz, mert a mi rendszerünkben ez tulajdonképpen a díjak királynője, és büszkék lehetnek rá, hogy ezt az idei évben megérdemelték és kiérdemelték. Köszönjük mi is. Köszönjük önnek, köszönjük Spanyármi Halász Szilviának és munkatársainak.
Kedves nézőnk, és ne feledjék, önök is köszönjék meg, ha tehetik, hiszen ahogy elkezdtem, azt hadd ismételjem meg még egyszer, jó székesfehérvárinak lenni. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!